Volt egy, aki olyan fantasztikusan megrajzolt, hogy ez színált jelenetet. Nekem ez nagyon tetszik egyébként, ezt, amit egyből néztünk. Egyedül a kompozícióval van gond, de valószínűleg ide szeretett volna még egyet. Igen. Megint külön raknám, ami marha jó, mert akkor talán úgy könnyebb. Az ez a baba volt. Ez itt a redők, a ruharedők, még minden tényleg annyira szép, hogy... Köszönöm. Ez már itt egy kicsit más téma, nem tudom, ez teljesen más. Aha. Az indiai babát. Nagyon szép lenne, meg nagyon ötletes, hogy ő egy kicsit tovább vitte, de valahogy mégis. Ez nem rossz, tehát ezt nem tartom rossznak, mert itt is nagyon ezek a ruharedők olyan. Igen, meg hogy ez egy olasz baba, meglátom nemzeti színeket is festett körülje. De nehéz. De hát, igen. Elfogadok javaslatokat egyébként, ez se rossz. Sőt, ez majdnem, hogy igen, hogy a kompozíció maga, meg a gesztusát nagyon visszaadta. Úgyhogy én lehet, hogy erre szavaznék, de tovább jött nekem. Jó. Sokkal. Ott a sarkon még azt is talán érdemes megnézni, de hát... Igen. Ugye megmaradt egy külön díjunk, tehát hogy akkor én sejtettem, hogy ezt itt kell beáldozni. Akkor talán lehetne egy külön díjasunk. És ami ott mellette van? Ez. Pont most ezen is megakadt a szemem, mert hogy ezen még három is van ráadásul. Igen, azért kérdeztem. Csak ugye itt most megint az a probléma, hogy ugye teljesen a kinézetet kellett volna visszaadni. Ez inkább látszik, hogy ők figyelt arra, hogy hol csillanik vissza, hol van fény, hol van egy kicsit, tehát ebben kicsit többet látok, ő egy kicsit sematikusabban látta. Nagyon jó ettől függetlenül a megoldás, csak akkor megint kérdéses, hogy ugye mi alapján nézi az ember az értékelést. Igen. Volt, amit nem is választottak. Azt is nézem, hogy... Bocsánat. Tehát itt is annyira részletgazdagott ez a... Lehet, hogy akkor már ehelyett inkább ezt igen, nézném, nézem, lehet, hogy ott ugye annyira részletgazdagon van az egész. Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a rajzverseny végén, így már a 21. rajzverseny végén. Először is szeretném megköszönni mindenki előtt, volt tanítványunknak, Kertész Krisztiánnak az elemózsiát. A ma délelőtt folyamán sütötte számotokra a fogását. Köszönjük meg egy napot! Akkor minden jól kívánok mindenkinek is! Nekem nagyon tetszett az egész verseny, meg vagyok elégedve mindenkinek. Amíg Ica néni kipakolja a díjakat, hogy biztos mindenki azt a díjat kapja, amit számára szántunk, szeretném felkérni Horváth Rékát, a zsűri elnökét, hogy értékeljen munkátokat. Hát azzal kezdeném, hogy nem sűrű voltam még ilyen pozícióban, úgyhogy hát igyekeztem a legnagyobb tudásom és belátásom szerint zsűrizni. Igazából boldogan láttam azt, hogy ennyien érdeklődtök a rajzversenyek iránt. Ennyi idős voltam én is rengeteg rajzversenyre, jártam és nagyon szerettem, úgyhogy továbbra is menjetek rajzversenyre. És mindenképpen mindenki folytassa, tehát itt most ugye a rajzverseny az mindig egy zsűrizésről szól, amikor muszáj kiosztani díjakat. Van, aki kap, van, aki nem, de ez nem azt jelenti, hogy tehát mindenki ugyanolyan tehetséges, mindenki fejleszthető, mindenki rajzoljon és mindenki képezze magát. És leginkább amiről a művészet szól az az, hogy magatokat kifejezzétek, tehát megtanuljátok az ilyenfajta önkifejezést. Hát nagyon sok szép megoldást láttunk, nagyon sok különböző megoldást láttunk, de hát jutok
valamiféle eredménye, úgyhogy akkor én nem is szaporítanám tovább a szót, hanem akkor mindenképpen kezdjük meg a díjak kiosztását. Köszönöm szépen, annyit hadd mondjak el, hogy Réka a Magyar Polányi Művészeti Iskolából érkezett hozzánk. A megszokott módon évfolyamonként haladunk, azt már most elárulom, hogy 3 külön díj is kiosztásra kerül, ezen belül pedig minden évfolyamon, ezen kívül minden évfolyamon 3 helyezettet fogok mondani. A harmadik helyezett a harmadik évfolyamosok között Keresztény Nóra. És az első helyezett Szüredi Richárd lett a harmadik. Közben én szeretném azt is mondani, hogy melyik iskolából, de az oklevélen nincs rajta, és így nem tudom mondani. Elnézést kérek. Fodor Kornél, 4. évfolyamos tanuló, a 3. helyezett a 4. eset között. A második helyezett Herman Áron lett. És a 4. évfolyamosoknál az első helyezett Nili Ottilia munkája. Az 5. évfolyamosoknál kerül sor először külön díj kiosztására. Mondhatom? Csont Rebeka személyében. Harmadik helyezést Mati Kánics Lili munkája. Második helyezést ért el Vajai Kamilla. És az 5. esetnél első helyezett Szent Miklósi Szonya. Ismét egy külön díjjal kezdjük. Somogyi Mirtél a 6. A 6-asoknál 3. helyezést Noszlopi Zoltán. Második helyezett 6. évfolyamot Hoffmann Andrea. És az első helyezett Pál Zsófi. Igen.
te vagy a tesó. Igen. Gratulálj el a nevemnek is egy szép estét. A harmadik különdíj átadására kerül sor. Egy pici türelmeteket még kérem. Az elején még türelmes volt mindenki. Tudom, hosszú volt, meg hosszúra nyúlt. De az elsőket is megtapsoltuk. Hallgassuk meg a többieket is, jó? És a végén még szeretnék mondani három mondatot. A hetedikeseknél is külön díj kiosztásra kerül Zsidó Alexandrának. Harmadik helyezett Márton Eszter lett. Második helyezett Mód Kinga. És az első helyezett pedig egy olyan kislány, akinek a nevében összesen 4 L hang van. Van ilyen? László Liliana. Jöttetek a Szent István királyból? És ti is tudtátok, hogy mit kell rajzolni? Felkészítettek benneteket előre, vagy találomra? És ilyen szép bábuk vannak a ti iskolátokban is, mint amit itt rajzoltok? Tessék? Képekről rajzoltunk. Ja, értem. És ez a könnyebb, vagy képről rajzolni? Képről. Egyszerűbb, mind a háromdimenziós verziót látni? 8. évfolyamhoz érkeztünk. Mondhatok? Ők a legöregebbek, és ők ezen a versenyen jövőre már biztosan nem vesznek részt nálunk. Középiskolából, ha szerveznek, akkor mindenképpen menjenek. A harmadik helyezett lett Hosszú Alexandra. Második helyezés Károly Zsolt érte. És végül, de nem utolsó sorban, a nyolcadikasok között Mutter Éva érdemel. És még 2 dolgot szeretnék mondani. Mielőtt kimentek, legyetek szívesek majd erre felé jönni mindannyian, mert mindenki, az is, aki díjazott, és az is, aki nem díjazott, még egy kis édességjutalomban részesül. Ez volt az egyik, és a másik az, kérlek szépen még egy kis figyelmet és csendet. Ica néni 21 éven keresztül szervezte ezt a versenyt, és hát jövőre ő ilyenkor már nyugdíjas lesz, tehát biztosan nem ő fogja szervezni. Neki szeretném megköszönni a helyet. És azt mondta Ica néni, hogy egy mondatot ő is szeretne mondani. Gyerekek, nagyon fontos, ugye ennek a versenynek még az is egy utalma, hogy a művelődési házban kiállítást rendezek belőle, és az több héten keresztül látható lesz. Valószínű, hogy lent az a folyosó részen,
oda teszik a paravánokat. Hétfőtől ígérem nektek, hogy hétfő délután már megnézhető. Valószínű, hogy holnap délután belé tudják elvinni a paravánokat. Úgyhogy lehet vinni oda szülőket, hívni nagyszülőket, doktorokat, barátokat, hogy nézzék meg a munkátokat, meg hát a többiekét is. És hát kérem akkor, hogy a csoki osztással...